A Tolnavár megyei katasztrófa igazgatóság is összegezte az elmúlt negyed évet a lakástüzek vonatkozásában. Idén eddig 43 esetben vonultak a lánglovagok. Egyébként itt 694 négyzetméternyi épített terület vált a lángok martalékává. Ez több mint 20 órát vett igénybe már, mint az a keletkezett tüzetnek az eroltását. Hárman egyébként sérültek meg ezekben a tüzetben, és 106 fecskendőt kellett ezekre a helyszínekre riasztani az igazgatóságnak. Az imént említett adatok azt is mutatják, nem lehet elég hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a füstérzékelő eszközök beszerzése, hiszen a berendezés időben tud jelezni, ha baj van. Erre a legutóbbi példai április 12-én egyébként Grábócson az Irinyi utcában, itt a Szexádi Kutató és Mentő Egyesület polgárőrökkel kiegészülve, egyébként az éjjeli órákban járt a Grábóc környékén a területeket, ugyanis ott egy eltűnt szemét kerestek, egy drón, illetve a hőkamera segítségével vizsgálták az ottani környezetet, és ők pillantották meg egyébként ezt a tüzet a távolból, ők észelt, ők siettek a helyszíne, és egyébként ébresztették fel értelemszerűen az akkor már az éjszakai alvásra, uh, alvást töltötték vagy az ottani uh, lakók, és ebbe riasztották egyébként álmukból a uh, köztük két kiskorú gyereket is, ennek köszönhetően egyébként megbenekültek. Az első negyed évben a legnagyobb lakástűz egyébként még januárban történt nagy székelyen. Ott egy háza, a hozzátartozó melléképület vált teljes mértékben a lángok martalékává.